Sziasztok! Ebben a videóban arról fogok beszélni, hogy hogyan induljunk el kutyát sétáltatni, és a legfontosabb dologgal kezdek, az a legfontosabb, hogy nyugodt és határozott energiát sugározzál, tehát te magadnak is nyugodtnak és határozottnak kell lenned. Aztán látjátok ugye, hogy én ugye öltözködök, és a ruháim azok oda vannak készítve, hogy az ajtó közelében, ruha, cipő, minden, amit föl akarok venni, és én öltözök föl először, érzik azt rajtam, hogy én le akarom őket vinni, de mégsem hívom őket oda, mert nem akarom azt, hogy ők már azok alatt a percek alatt is, amíg én öltözök, már itt készenlétbe álljanak, hiszen akkor ők már azt várják, hogy végezhessék a dolgukat. Minden később legyen az, hogy ők elkezdenek odajön nézegni, mozogni, csóválni, és várni azt, hogy lemenjenek, mert egyébként meg nyugodtan alszanak egész nap. És látjátok, hogy a felszerelést is minél közelebb a bejárathoz érdemes rakni szerintem, hiszen ott kerül rájuk, ne kelljen a lakás másik végében lőkaparni, mert neked is energia, és ha hirtelen le kell menni a kutyával véletlenül, ne legyen olyan, akkor mégiscsak legyen a kezed ügyében. Mindenképpen ugye az ajtóban rájuk rakod a pórázt és a szájkosarat. Egyiket sem a kezedbe viszed, pórázzal viszed le a kutyát, tehát nincs olyan, hogy a pórázt a kezedbe lóbálod. Mindent rakjál rá. Nem a szájkosarat sem a kezedbe kell vinni, azt majd rárakod, hogyha mit tudom én, jön a rendőr, vagy majd a helyzetet látsz, vagy meglátsz egy olyan kutyát, hogy fú, ezzel mit tudom én, mi van, mert akkor már régen késő lesz. Póráz, nyakörv, szájkosár minden a kutyán, ahogy kilépsz az ajtón, és te lépsz ki először. Nagyon fontos. Aztán az is nagyon fontos, ugye, hogy legyen nálad mindenképpen zacskó, amiben, hogy olyan helyre csinálja a kutya a dolgát, akkor úgy össze tudsz szedni. És talán az egyik legfontosabb dolog az, hogy a kutyára csak akkor ad rá a nyakörvet, pórázt, szájkosarat, hogyha nyugodt állapotban van. Tehát, hogyha ne adj Isten, mondjuk ugrál, ugat, rohangászik össze-vissza, mondjuk akkor már régen rossz, mert akkor ezen dolgozni kell, de csak akkor, hogyha nyugodt állapotban van. Nem muszáj az neki lefeküdni, állhat és ülhet is éppen valamelyik kutyám, például nem nagyon tud leülni, mert éppen meg csúszkál a mancsa a kövön, ritka az, amikor leül, de mindenképpen legyen nyugodt állapotban a kutya, és te mész ki az ajtón úgy, hogy először kinézel, hogy mi újság van, mert bárki éppen rohanhat le a lépcsőházba, és ne az ennyi, hogy te kirobbansz ezerrel. Ugye, tehát mikor elindulsz az autóval, akkor is szétnézel, indexelsz, stb. Na hát röviden ennyi. Kint pedig figyeljetek oda a környezetetekre, és az okostelefon az maradjon végig a zsebbe, kivéve persze, hogyha kutyás videót akartok csinálni. Akkor mindenkinek nyugodt és boldog sétát kívánok. Sziasztok, találkozunk a következő videóban.